Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma is egy sportolót invitáltam meg egy beszélgetésre, aki nem más, mint Babos Rita, az Arak atlétaedzője, többszörös magyar bajnok. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Egy csornai kislányról kell beszélnünk nekünk, aki néptáncolt, és hála Istennek azért átnyergelt az atlétikára, hiszen így lehetett példa és példakép, ha úgy tetszik, magasugrásban, hármasugrásban és távolugrásban, fantasztikus eredménylista, de erről majd később, hiszen több mint egy évtizedig néptáncoltál. Én nagyon örülök neki, hogy abba hagytad, amit az imént már mondtam, mert akkor szegényebbek lennénk, biztos vagyok benne. Beszéljünk egy kicsit Csornáról, hiszen azt tudjuk, hogy édesapád Babos Géza egy remek edző volt, és nyilvánvaló, hogy a családban is fontos volt, hogy az atlétika tovább öröklődik-e. Igen, édesapám testnevelő tanár és atlétaedző, és maga is atlétizált, de nem volt nekem előre kijelölve ez az út, hogy én atléta legyek. 7 éves koromban beirattak néptáncolni, ami egyik legszebb időszaka volt ilyen szempontból az életemnek, hiszen egy fantasztikus közösségbe járhattam. És mai napig úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó alapokat adott az atlétikához. Akárcsak a ritmusérzéket nézzük, meg az, hogy folyamatos mozgásban voltam, de emellett én kézilabdát, kosárlabdát is kipróbáltam, és hetedikes koromban talált rám először az atlétika olyan formában, hogy egy csapatbajnokságra szükség volt rám. Akkor Csornán már nem működött atlétika szakosztály, és édesapám egyik volt tanítványa, Németh Gyula Sopronba igazolt le az akkori soproni sportiskolába, és ott értem el az első sikereket, csapatbajnoki címet szereztem serdülő korosztályban. Milyen volt Csornán a lét? Hiszen azért az alapokat ott szerezted meg édesapád segítségével, a társak segítségével. Hogy derül ki egyébként egy ifjú hölgyről, hogy kellően tehetséges ahhoz, hogy később aztán sokra vigye, ha kellően szorgalmas, mondom én? Hát igazából a iskolai versenyeken indultam először, tehát nem úgy indult nálam ez az atlétika dolog, hogy én atléta szeretnék lenni, elkezdtem atlétikára járni, és utána jöttek az eredmények, hanem elindítottak versenyeken, és olyan eredményeket értem el, ami a korosztályomban akkor kiemelkedő volt, először csak helyi szinten, majd megyei szinten, és amikor a megyei versenyekről sikerült tovább jutni az országos szintű versenyekre, mivel ott is jöttek először az érmek, ott kiderült, hogy akkor igazából ezzel van értelme foglalkozni, és számomra is addigra körvonalazódott az, hogy nem csapatsportág az, amit én igazán szeretnék űzni, hanem valami egyéni sportágat. És mivel az atlétika pont ilyen, hogy nem kell hozzá csapat, hanem egyedül kitartással, szorgalommal is lehet eredményt elérni, így valahogy megragadtam ennél a sportágnál. És hogy talált rád a szakág, illetve a szakágak? Mindent csináltam az elején, hét próbáztam is, de hát szerintem senki nem lepődik meg, azt mondom, hogy a dobószámok azok nem igazán voltak számomra testhez állóak, és a gyors futások, de elsősorban az ugrások voltak azok, amiben jöttek a kiemelkedőbb eredmények, és kedvem is volt hozzá. A magas ugrás volt az, amiben már így az elején beleszerettem, tehát valahogy az végig kísérte a pályafutásomat. Mellette természetesen a hármas ugrás volt, aztán végül felnőtt koromban az, ami leginkább az eredményeket hozta. Ugye édesapád volt a nevelőedződ, aztán később jöttek a többiek. Voltak, akik meghatározóak voltak a pályafutásodban? Akik nagyon sokat tettek azért, hogy elérd azt a magas szintet, ami a magyar bajnoki címekhez, meg Európa kupákhoz szerepléshez segített? Én úgy gondolom, hogy minden időszakban, akivel együtt dolgoztam, ő nagyon sokat tett hozzá. Tehát ez egy egymásra épülő folyamat volt, és mindig a kellő odafigyeléssel, kellő szakmai tudással sikerült engem igazgatniuk, úgyhogy mindenkinek hálás vagyok ezért, és én úgy érzem, hogy ez egy ilyen szépen felépített kerek egész.
Az, hogy Csornáról Sopronba igazoltál, az nyilván eredménycentrikus sportág lévén, ez egy fontos pillanat volt. De mi volt más Sopronban? Hogyan lehetett megszokni? Hát nincs messze túlságosan ugye a két település, de azért akkor is kiszakadni otthonról, a megszokott közegből azért az nagy kihívás. Szerencsére nem okozott olyan szempontból nagy váltást az életemben, hogy az edzéseket otthon végeztem többnyire, de csak egy-két technikaibb, vagy már ha mondjuk váltóversenyről volt szó, akkor váltóedzésre utaztunk át. Az edzéseim zömét otthon a csornai focisták pályáján végeztem, hiszen igazából egy nagyon régi és elég rossz állapotú salakos pálya állt rendelkezésre, viszont a fű az egy nagyon szépen karbantartott pálya volt, úgyhogy elsősorban én ott végeztem az edzéseket. Aztán később, amikor főiskolára kerültem Győrbe, akkor adta magát, hogy átigazoltam a Győri Dózsába, hiszen akkor ott adott volt a helyszín, és a főiskola mellett ott tudtam végezni az edzéseket. Még azért maradjunk egy kicsit Sopronban, hiszen a diák olimpiai sikereidet is nyilván megalapozta, és a serdülő bajnokságokon elért eredményeit pedig az eleve elrendelés volt, hogy akkor irány Győr. Mit jelentett az első siker számodra? Mondjuk a diák olimpiáról beszéljünk, mert az egy, mindig egy olyan seregszemle, aminek nincs párja, mondom én. Legalábbis az akkori időszakban bizonyosan így volt. Az első diák olimpiai bajnoki címem az rögtön az első diák olimpiai országos döntőmön született, tehát egy picit számomra is meglepetés volt. Nem ismertem a mezőnyt, nem ismertem az ilyen versenyeknek a légkörét, illetve az ellenfeleim és az ő edzőik sem igazán ismertek engem. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon emlékezetes pillanat volt számomra a verseny folyamán, hogy úgy, ahogy szokták, akiket ismernek, esélyeseket elkönyvelték, hogy kik lesznek majd azok, akik ugye a dobogóért versenyezhetnek. És egészen az utolsó sorozatig én úgy a 6.-8. hely, ha jól emlékszem, valahol ott álltam a mezőnyben, és már mindenki gratulált ott az éppen aktuálisan első három helyen álló versenyzőknek, és soha nem fogom elfelejteni, egyik idős edző bekiabált, hogy várjatok, a kis zöldgatyás még ugrik. Én voltam a kis zöldgatyás, és azzal az utolsó ugrással sikerült megnyernem az országos diákolimpiát, ami számomra is, meg az ellenfelek számára is egy elég nagy meglepetés volt. Úgyhogy ez a zöldnadrág azóta is ott pihen a vitrinemben. Tehát ez megerősítést jelentett, azt gondolom, mindenképpen. Igen. És hát egyenes út a serdülő válogatottban ilyen értelemben. Folyamatosan fejlődtél? Melyik volt egyébként az a meghatározó eredmény itt a diákolimpián? Nevesítsük. Ezzel az 527, ha jól emlékszem, 527 cm-es eredménnyel nyertem. Az csoda, hát egyértelmű. No, tehát eljegyezted magad, és a soproni évek alatt számtalan siker volt. Én azt gondolom, hogy aki csapatbajnokságot, ha emlékszünk még a csapatbajnokságokra, hogy milyen nívót képviseltek Magyarországon, akkor nem lehet kétséges, hogy azt te is így érted meg. Igen, és az egy óriási motivációt jelentett számomra, hogy akkor nálam idősebb felnőtt korosztályban versenyző csapattársaimmal együtt nagyon fiatalon nyerhettem például felnőtt csapatbajnoki címet. Mint ahogy említetted, az akkor egy nagyon nívós és nagyon komoly seregszemle volt a felnőtt csapatbajnokság. Úgyhogy ezek számomra nagyon meghatározó évek voltak, és nagyon jó alapot adtak a későbbiekhez. Tehát nyilván, amikor szakágat választottál, maradt a távolugrás, hármasugrás, kapcsolódott magasugrás, de azért 7 próbában is nyertél, és az különleges, és ez nyilván annak köszönhető, hogy így kezdted Csornán, hogy minden sportágba belekóstoltál. Igen, biztos vagyok benne, hogy ez a sokoldalú alap az, ami segített ebben. Bár ahogy említettem, a dobószámok azok egy picit mindig a gyenge pontot képviselték a több próbán belül, amit szerencsére a kimagasló ugró eredményeimmel tudtam ellensúlyozni. Úgyhogy erre is büszke vagyok, hogy sikerült magyar bajnokságot is nyernem 7 próbában. Válogatott is voltam, és talán az egyik legszebb élményem ezzel kapcsolatban, amikor az első osztályú Európa kupán harmadikak lettünk csapatban. Viszont volt egy nagyszerű eredményet, amit olvastam, hogy mindössze 18 évesen már azt a kritikus 180 centit is átugrottad. Az akkor egy fantasztikus eredmény volt. Igen.
Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, és azért eltett némi idő, ne számoljuk, hogy mennyi, még most is jó eredmény. Igen. Magyarországon. Boldog lennék, hogyha sok ilyen tanítványom lehetne, aki biztos, hogy akkor eltúrik. Elvégezted a gimnáziumot méghozzá nagyszerű eredménnyel. Az egy, én azt gondolom, hogy ahol a tanulás és a tehetséges sportoló, ez a kettő összeadódik, akkor az, az egy csoda. Bizony, az egyetemre egyenes utad vezetett. De hogy választottál magadnak szakirányt? Ez a, amit a leginkább motivált, az a természet iránti érdeklődés, illetve akkoriban eléggé új és komoly dolog volt a környezetvédelem. Tehát akkor valahogy számomra kezdett így kibontakozni, hogy ez mennyire fontos, és egyre többet foglalkoztatott engem is, illetve a környezetemben is egyre többet hallottam arról, hogy ez mennyire fontos, és mennyire olyan irány, amiben esetleg kiteljesedhetek. Úgyhogy ezért választottam ezt a környezetmérnöki irányt, amit nem bántam meg, bár hosszú ideig nem gyakoroltam, de egy nagyon szép része az életemnek az időszak, amikor elvégeztem a főiskolát, és ezzel foglalkoztam. Azóta a sportban tevékenykedem. Tehát a serdülő bajnok, majd később Csornaváros érdemes diákjából lett egy környezetmérnök, majd ezután döntened kellett nyilvánvaló, hogy mivel szeretnél a későbbiekben foglalkozni, és döntöttél az atlétika mellett. Bár ugye profiként az egyértelmű volt egy ideig, de aztán a profi pályafutásodat követően azért az edzői diploma is megszerzésre került. De előtte még azért beszéljünk, hiszen magyar bajnok voltál, én felírtam magamnak magasugrásban kétszer, 2009 és 2011, távolugrásban szintén 2009-2010, hármasugrásban pedig egyfolytában 2006-tól 2013-ig, ami egy fantasztikus eredménysor. És hát ugye felnőtt válogatott lettél rengeteg sikerrel. Mit adott neked a sikereken túl az atlétika? Ezt nehéz lenne összefoglalni, rengeteget. Nagyon-nagyon sokat kaptam az atlétikától. Úgy gondolom, hogy aki sportol, versenysportol, ők talán még inkább értik, hogy a eleve az, hogy valakinek az életében rendszer van, és kihívások vannak, az egy olyan fajta küzdeni tudást, tartást ad, ami az egész életében az embernek utána a javára szolgál, illetve kamatoztatni tudja. Nagyon sok helyen jártam, nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon sok mindent tudtam megtanulni a sport által. Ráadásul magamat is jobban sikerült megismerni. Úgy gondolom, hogy még ebben is egy komoly dolog, hogy sokkal jobban megismertem önmagamat és a saját korlátaimat, illetve azt, hogy mire vagyok képes, és komoly munka árán hova lehet eljutni. Hogy kerültél az Arakhoz? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ez megint egy fontos lépcső, hiszen Győrben, ha úgy tetszik, otthonra találtál, és jött Székesfehérvár. Egy olyan sportágban, ahol nagyon-nagyon fontos a jövő építése szempontjából, hogy kik nevelik a gyermekeket, milyen atléta lesz belőlük, milyen sportoló és milyen ember lesz belőlük, ez a kettő elengedhetetlenül össze kell, hogy kapcsolódjék. Győrben igazából, amikor az utolsó pár aktív versenyzői évemet töltöttem, akkor már ott mellett elkezdtem az edzősködéssel foglalkozni. Ott akkor abban az időszakban végeztem el a TFN az edzőit. És igazából ahogy abban az időszakban, ahogy alakult a klub akkori élete, egy picit, hát mondhatom úgy, hogy válaszút elé kerültem, hogy vagy az én pályafutásomra kell nagyon sokat költeni az egyesületnek, vagy az utánpótlásra. Tehát egy picit ez a dolog is benne volt, illetve az, hogy szakmailag próbáljak tovább lépni, és akkor már Tölgyesi Előd részben belefolyt az én felkészítésemet. Tehát vele már együtt dolgoztam, de úgy, hogy még csak tanácsokat adott, és én néha lejártam ide Fehérvárra edzeni.
de itt Fehérváron, ami számomra nagyon szimpatikus volt, hogy saját nevelésű, illetve ide Székesfehérvárhoz kötődő sportolókat igazol az Egyesület, és valahol mindig is tetszett, és mindig is vágytam arra, hogy én ennek a csapatnak a tagja lehessek, és végül 2009-ben jött el az a pont, amikor én télen a fedett pályás időszak előtt ide igazoltam Székesfehérvárra, és akkor ide költöztem életvitelszerűen is, és onnantól indult ez a tehát először még jöttek a sikerek a pályán, és a sikerek a fiatal korosztállyal. Milyen egyébként a megítélése most az atlétikának? Hiszen azért te a szülőkön keresztül és a gyermekeken keresztül nyilván látod. Mennyire népszerű ma az atlétika? Én úgy gondolom, hogy nem annyira népszerű, mint amennyire fontos alapsportág, de egyre több olyan gyerekeknek létrehozott program van, elsősorban ugye az Araknál is, illetve a Magyar Atlétikai Szövetségnél is, ami teret ad ahhoz, hogy minél jobban megismertessük a gyerekekkel ezt a sportágat, és minél jobban megszerettessük. És akik kipróbálták, és ezt a szülőktől nagyon-nagyon jó visszahallani ezeket a visszajelzéseket, hogy tényleg látják, hogy ez minden sportnak az alapja. Tehát gyakorlatilag azok a gyerekek, akik kiskoruktól már járnak hozzánk, akár a rakócskára, akár az kicsit idősebb csoportokba, ők ha esetleg úgy döntenek, hogy más sportágat választanának, akkor oda is egy nagyon jó alap. De gyakorlatilag itt én úgy gondolom, hogy minden gyerek meg tudja találni azt a versenyszámot majd a későbbiekben, ami a leginkább közel áll hozzá. Tehát az a jó az atlétikában, hogy nagyon sok oldalú. Beszéljünk az arakocskáról, hiszen ez a te gondolatodból született meg, és már a rendkívül népszerű Székesfehérváron a kisiskolások szerintem imádják. Örülök, hogy ezt mondod. Én is úgy érzem, hogy most már több mint 7 éve, hogy elindult az arakocska, és nagyon sok gyerek járt hozzánk, nagyon sokan fordultak meg nálunk. Már mondhatom azt, hogy az első arakocskás évfolyamokból olyan gyerekek is kikerültek, akik azóta nálunk akár a serdülő válogatottságig jutottak, és nagyon remélem, hogy idősebb korosztályban majd még további szép sikert érnek el. 5-8 éves kor között foglalkozunk itt gyerekekkel, óvodás, illetve iskolás csoportbontásban. Próbáljuk az élettani sajátosságoknak megfelelően a legélményorientáltabban, illetve a legsokoldalúbban tálalni nekik ezeket a mozgásformákat. Sokan kérdezik, hogy most akkor ez milyen versenyszámok, mennyire atlétika. Én mindig el szoktam mondani, hogy mi megfűszerezzük, megbolondítjuk atlétikai elemekkel, nyilván ami a korosztályhoz a leginkább közel áll, de elsősorban nekünk az a célunk, hogy ezekkel a gyerekekkel megszerettessük a mozgást, az életük mindennapi részévé tegyük, és mindenkinek, aki sportolni vágyik, lehetőséget nyújtsunk. Tehát mi nem válogatunk, nem szelektáljuk a gyerekeket, nem mondjuk senkinek azt, hogy alkalmatlan lenne, ezért nem jöhet, hanem igyekszünk mindenkinek megteremteni a módot arra, hogy járhasson és élvezze azt, hogy ő mozog. Igen, sportol. A töpörtjüknek ennél fontosabb nincs szerintem, és a szülőknek nem különben, főleg ebben a felgyorsult világban, számítógéppel, telefonnal terhelt világban, de ezt hagyjuk. Tehát ez egy misszió, ha úgy tetszik. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy van-e rá módjuk, lehetőségük, van-e késztetésük, vagy illetve az edzőknek késztetése arra, hogy kiemeljék azokat, akit kellően tehetségesnek találnak. Van erre példa, hiszen azt tudjuk, hogy az U14 korosztályt is viszed, ahol már azért látszik, hogy kiből lehet később atléta, úgy tetszik, csupa nagybetűvel. Ebben a nagyon fiatal korosztályban még nagyon nehéz ilyenről beszélni, hogy ki lehetne akár kit is emelni. Nyilván látjuk, hogy kik azok, akik mondjuk könnyebben tanulják a mozgásokat, jobb koordinációs képességekkel rendelkeznek, de annyira szenzitív, tehát annyira érzékeny ez a korosztály, és annyira fejleszthető még, hogy egy-két év alatt szó szerint sokszor csodákat látunk, hogy a gyerekek mennyit fejlődnek, tehát azzal, hogy rendszeresen járnak, és ezt a sokoldalú képzést csinálják, ezáltal olyan, akire lehet, hogy az elején azt mondta volna bárki, hogy még ügyetlen, vagy soha nem lesz belőle atléta,
olyan gyerekek is fejlődtek annyit, hogy azóta már nagyon szép eredményeket értek el az idősebb korosztályokban. Úgyhogy én itt még nem mondanám azt, hogy ki tudjuk emelni a gyerekeket. Az a célunk, hogy akin látjuk, hogy esetleg a korosztályából jobban kiemelkedik, vagy amint említettem, könnyebben tanulja ezeket a mozgásokat, mindenképpen próbáljuk őket olyan szinten motiválni és foglalkoztatni, hogy ők a későbbiekben is az atlétikában maradjanak, és az idősebb korcsoportokba tovább lépjenek nálunk. Ugye arról beszéltünk, hogy az atlétika alapsportákként is fontos nekünk. A létesítményhelyzet rendben van. Mennyire csodálkoznak rá a gyerekek a sztárparádéra adott esetben, és nem csak a gyulai memóriára gondolok. Általában, hogy Rita néni, a többszörös magyar bajnok, ami edzőnk, aki ráadásul mosolyjal segít nekünk a beilleszkedésbe, az alapok megtanulásába. Vagy és a többieket is említhetnénk, hiszen remek edzők veszik körül őket. Szerintem ez nagyon-nagyon jó környezet a gyerekeknek, és nagyon motiválóan is hat rá, hiszen szoktunk néha akár beszélgetni, vagy akár megmutatni nekik olyan dolgokat, hogy például mekkora az a magasság, amit átugrottam, vagy éppen valamelyik fiatalabb, de már eredmények, tehát nagyon szép eredményekkel rendelkező sportoló ott ez a környezetünkben, tehát így próbáljuk a gyerekeknek ezeket a dolgokat elmondani, megmutatni, és hát bizony rácsodálkoznak. És egy 5-8 éves gyereknek egy 106-os méretű gát, ami ugye a férfiak versenyeznek gátfutásban, az egy hegynek tűnik, és nyilván rácsodálkoznak, hogy ezt hogyan lehet egyáltalán, és hogy hogyan képesek rá, mert ők még a 30-50 centis kölyöggátakon gyakorolnak, és hát ez egy csodálatos folyamat látni azt nekünk edzőknek, hogy a 30 centis gától a kis töpörtyű majd bizony eljut oda, hogy a 106-os gáton maga biztosan versenyez. El fog jutni, én bizonyos vagyok benne. Mint ahogy te is elindultál egy pályán, és én azt gondolom, hogy még nem a csúcsot, még nem vagytok a csúcson semmilyen értelemben, de biztos, hogy ott lesz, és hogy mennyire nem egységes az a gondolatsor, hogy egy sportoló semmi más nem csinál, mint sportol, pihen és otthon van. Arra itt a példa, ugye Máté Bence kiállítása volt itt Székesfehérváron, és a Vértelen Vadászat nagyszerű szerzője, fantasztikus fotóriportere meghirdetett egy pályázatot is, ahol nyertél a fotóddal a fődíjat ráadásul, és ha egy olyas valaki mondja, hogy valakinek a képe tetszik, mint Máté Bence, akkor az úgy is van. Tehát egy kicsit beszélgessünk a fotókról, hiszen azt én olvastam, hogy a sport az örök, az természetes, a sütés-főzés rendben van, Bruce Springsteen szintén, Merle, az állati elmék a kedvenc könyved, de hogy jön, butaság a kérdés egyébként, hiszen természetmérnökként, környezetmérnökként egyértelmű, hogy szereted a természetet, de hogy kapcsolódik ez a fotózáshoz? Hát ez egy hosszú folyamat volt nálam, hogy kialakult. A természet szeretete az ugye mindig is megvolt kiskorom óta, már édesapám tól jött elsősorban az indítatás és a motiváció, hogy nagyon sokat voltunk a természetben. Egyébként ő is nagyon szeret és nagyon sokat fotózott, még régi analóg gépekkel is. Nálam először a természetjárás volt az, ami egyre inkább része lett az életemnek. Aztán egy kényszerpihenő okozta otthoni lábadozásban találtam így rá arra, hogy nem csak figyelni szeretném a természetet, hanem megörökíteni is. Úgyhogy egyre többet vittem magammal a fényképezőgépet, először még csak kis sétákra, aztán nagyobb kirándulásokra. És ez az eleinte egy kicsit terápiának indult nálam, és azóta megmaradt, és egy komoly hobbivá vált nálam, hogy most már gyakorlatilag nem szívesen indulok útnak fényképezőgép nélkül. Hát ha ez hobbi, akkor én nem tudom, hogy mi az, nem hobbi, mert abszolút profi minőségűek a képek, hiszen ezt láthatták a nézők is. Nos, hát én mit kívánjak, milyen terveid vannak? Hát nem is tudom, hogy ha én kívánhatnék magamnak, akkor egy plusz 8. napot a hétbe, amikor tudok hódolni ezeknek a dolgoknak, mert hála Isten nagyon sok a feladatom és nagyon sok a munka. Ami nagyon-nagyon hálás, hogy a gyerekekkel ilyen sok időt tudok tölteni, és szinte minden időmet leköti.
emellett, amikor tehetem, akkor megyek ki a természetbe. Én azt szeretném, hogy ezt még sokáig csinálhassam. Egyrészt a gyerekekkel való foglalkozást, és talán amit ezen a téren szeretnék, hogy továbbra is sikerüljön megvalósítanom azt, ami úgy gondolom, hogy jól működik, hogy nem csak edzem a gyerekeket, hanem én úgy gondolom, hogy sikerül őket jó irányba nevelni, tehát irányt mutatni nekik. A fotózásban meg az, hogy talán sikerüljön olyan helyekre is eljutnom, ami egyelőre most még csak a bakancs listámon szerepel, és álom kategória, de előbb-utóbb talán meg tudom őket valósítani. Történjék így, és azt kívánom én mindannyiunk nevében, hogy mindez történik mosolygos szemmel, ahogy most mondtad. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Babos Rita, atlétaedző és fotográfus volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!